kinyitott a Picurlak, átadták az új 24 férőhelyes bölcsődét Nyírpazonyban. Hullancsveszély, nem a fákról, hanem a fűből tapadnak a bőrre, komoly betegséget okozva. Nagybányai színek, 33 festőművész alkotása látható a VMKK-ban a hónap végéig. Elkészült Nyírpazon új bölcsődéje. A beruházás 372 millió forintos Európai Uniós forrásból épült meg a községben. 24 férőhelyen várják a kicsiket, de már indulás előtt betelt a létszám. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Dubai László Nyírpazony polgármestere azt mondta, hatalmas igény mutatkozott az intézményre, az utóbbi években ugyanis számos gyermekvállalás előtt álló fiatal házas pár költözött a településre, az új bölcsőde júliusban teljes létszámmal kezdi meg működését. Picurlak, ezt a nevet kapta Nyírpazony új két csoportszobás bölcsődéje. Az impozáns épületet a napokban adták át a kis településen. Már nem kell sokat várni arra, hogy élettel teljen meg a létesítmény, és használatban legyenek a játékok. A tervek szerint júliusban birtokba vehetik azokat a helyi kisgyermekek. A beruházást Európai Uniós forrásból valósították meg a községben. 24 férőhelyes, másfél éves kortól veszük fel az apróságokat, és egyetlen egy papírra várunk már engedélyre, a működési engedélyre, amely hamarosan megérkezik, és terveink szerint júliusban, nyáron el fog indulni a bölcsőde, és hogy mondjam el, hogy a változatosság kedvéért teljes létszámmal fog üzemelni 24 fővel, a két nap alatt betelt a beiratkozás, úgyhogy várjuk az apróságokat. 372 millió forint értékű beruházásról van szó, amely teljesen dobból 100%-os állami támogatással, kormányzati támogatással valósult meg, úgyhogy az önkormányzatnak nem kellett önerőt beletenni a pályázatban. Nem véletlen, hogy rövid időn belül mind a 24 hely betelt. Az utóbbi években ugyanis számottevően emelkedett Nyírpazony lakosság száma, és számos fiatal házaspár telepedett le a településen. Az önkormányzat korábban egy 10 férőhelyes családi napközit üzemeltetett, a lakossági igény azonban évről évre nőtt egy bölcsődére. 2015-ben adtuk át a családi napközinket, itt nem messze a polgármesteri hivatal területén. Ez a 10 fővel üzemelő családi napközi a mai napig üzemelés. A kezdettől fogva teljes létszámmal, maximális létszámmal üzemelt, és ahogy teltek az évek, úgy azt tapasztaltuk, hogy egyre hosszabb a várólista a családi napközibe történő bekerüléshez, és én is számos alkalommal bonyolítottam le szülőkkel, hát olyan telefonbeszélgetéseket, amelyekben kérték szinte kétségbeesve, hogy tudják elhelyezni az apróságokat a családi napközébe, hiszen akár még a munkahelyük is múlhat rajta, hogy akkor el tudnak-e menni dolgozni, és a gyermekeket pedig megfelelő intézményben tudják. Úgyhogy nem volt kérdés az, hogy bővítenünk kell, és ezért örültünk 2019-ben, amikor megjelent egy pályázati lehetőség, toppos pályázati lehetőség bölcsődének a kialakítására és beruházására. Pályáztunk, nyertünk, és annak az eredménye ez az impozáns épület. Az új bölcsőde a helyiek foglalkoztatását is szolgálja a településen. Az intézmény 6 új munkahelyet teremt Nyírpazonyban. Nincs nagy meglepetés, újra a Krúdi és a Kölcsei került be a gimnáziumok országos százas listájába. Előbbi a 33., utóbbi a 88. A technikumokat is rangsorolták, ott 5. a nyíregyházi Széchenyi, 16. a fehérgyarmati Petőfi Sándor technikum, 56. a Bánki Donát, míg 72. a vásárhelyi Pál technikum. Csendes a Krúdi Gyula gimnázium környéke, ami érthető is, mivel a falak között épp emelt szinten érettségiznek a diákok. Az intézmény idén 33. helyen végzett az országos százas listán. A Krúdi Gyula gimnázium képzési profiljában a természettudományos tárgyak kapnak nagyobb hangsúlyt, és ez nagyban meghatározza a leendő krúdis diákok összetételét. A rangsorolásnál több mérési eredményt is figyelembe vesznek. Nagy örömünkre szolgál, hogy belekerülhettünk az illusztris társaságba, de már nem először vagyunk ezen a listán. Elsősorban a tanulmányi érettség eredmények, tanulmányi versenyek eredményei és az országos kompetenciamérések eredményei alapján készítik el ezt a listát. Ezek a fiatalok pedig már a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum és Kollégium diákjai.
Itt a százas lista, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján a tanulók bemeneti és képzési kimeneteli teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készül. Az elemzés vizsgálta, hogy a tanulók milyen tanulmányi eredménnyel érkeznek az intézményekbe, hogyan aránylik az évismétlők száma az intézmény tanulói létszámához, és milyen eredménnyel teszik le az érettségi vizsgát. Szabó Attila elmondta, nagyon büszkék arra, hogy eredményeik alapján az ötödik helyre kerültek. A felvételi jelentkezések számában is érezhető az iskola népszerűsége. Évekre visszamenőleg többszörös túljelentkezés tapasztalható az intézményben, és jelen pillanatban 4 osztályt indítunk a következő 23-24-es tanévben. Ebből 2,5 osztály gazdálkodás és menedzsment ágazaton, másfél osztály pedig informatika és távközlés ágazaton fog tanulni, és minden helyet be tudtunk tölteni, sőt még a fellebezésekkel egészen 35-36 főig tudjuk feltölteni az osztálylétszámokat. Az intézmény a Nyíregyházi Egyetemmel közösen új képzési programokat dolgozott ki, mely új távlatokat nyit meg a szakmát tanulni vágyó fiatalok körében. A 2020-as szakképzési törvényváltozással adódott egy olyan lehetőség, hogy okleveles technikus képzést indíthatunk, ami azt jelenti, hogy a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve dolgozhatunk ki képzési programokat, és mind a pénzügyi számvitelügyintéző szakmára, mind pedig a szoftverfejlesztő és tesztelő szakmára ezt megtettük, és már most a 2021-es tanévben indult képzésnél a pénzügyi számvitelügyintéző szakmára, 2022-ben pedig az informatikai távközlés szakmában tudtuk elindítani az okleveles technikus osztályunkat, és most 2023. szeptembertől már az érettségített diákok is, a csak szakmára jelentkező diákok is tudnak élni ezzel a lehetőséggel, ami azt jelenti a későbbiekben, hogyha valaki ebben a képzésben végez, akkor a továbbtanulás, a szakirányú továbbtanulásban akár 2,5 évet is tud rövidíteni a felsőfokú tanulmányaiban, a kreditbeszámításoknak köszönhetően. A technikumi rangsor listáján szerepel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum is. Nem csak a boltokat és a vállalkozásokat, hanem az italautomatákat, sőt az autómosókat is ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Összefoglaló néven a kezelő személyzet nélkül működő automaták szabályos működését vizsgálja a NAV. A revizorok mulasztás esetén akár több százezer forintos bírságot is kiszabhatnak. Önkiszolgáló autómosó, ahol a gépjárműveket nem egy robot tisztítja meg, hanem általában az autó sofőrje, mégis automatának minősül a Nemzeti Adó és Vámhivatal rendszerében. Vagyis, mint minden más automatára, erre is kiterjed az országos ellenőrzés. Ide tartozik minden olyan automata berendezés, amelyek képesek kezelő személyzet nélkül is működni, illetve amelyekből helyben terméket vagy valamilyen szolgáltatást lehet vásárolni. Na most például ide tartoznak a parkolóautomaták, az önkiszolgáló automosó automaták, de például a különféle élelmiszerautomaták vagy mondjuk a könyvautomaták is. A NAV ellenőrei az ország bármely pontján ellenőrizhetik az automatákat, mondta el a kommunikációs referens. Június 1-én kezdődött az akció, amely jelenleg is tart. A revizorok egyebek mellett az úgynevezett regisztrációs számot fogják keresni a berendezéseken. A mostani vizsgálódások fókuszában azonban elsősorban azok az automata berendezések állnak, ahol az üzemeltetők bejelentették a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését, illetőleg nem tettek eleget az üzemeltetésből adódó kötelezettségeiknek, nevezetesen nem jelentették be az automatát, nem kértek regisztrációs számot, vagy hogyha kértek is regisztrációs számot, azt nem helyezték ki. Piszár Tünde hozzátette, 2019. áprilisa óta a jogszabályváltozás értelmében minden kezelő személyzet nélküli automata berendezést annak üzemeltetője köteles bejelenteni elektronikus úton a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. A bejelentés során az üzemeltetőnek meg kell adnia az automata berendezés azonosító adatait, mint például a gyártási számot vagy a típusát, továbbá meg kell adnia az üzemeltetésre vonatkozó paramétereket, illetve a műszaki jellemzőit is. Ezt követően a NAV rendszere egy egyedi regisztrációs számot készít, amelyet eljuttat az üzemeltető elektronikus tárhelyére. Ezt a regisztrációs számot az üzemeltetőnek kötelessége az automata berendezésen jól látható helyen feltüntetnie.
Az is az üzemeltető kötelessége és feladata, sőt felelőssége, hogy folyamatosan ellenőrizze, hogy ez a regisztrációs szám jól látható-e, nem rongálódott-e adott esetben meg, vagy nem sérült-e meg, és amennyiben ezt tapasztalja, akkor pótolni kötelessége. Amennyiben a regisztrációs szám olvashatatlan, vagy egyáltalán nincs kihelyezve, a NAV ellenőr természetes személlyel szemben 200 000 forintig, nem természetes személy vonatkozásában pedig 500 000 forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. 33 nagybányai festő képeit csodálhatják meg az érdeklődők június végéig a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Nagybánya egyébként a megyeszékhely testvérvárosa. Talán kevesen tudják, hogy Nagybányán nagyon eleven a képzőművészeti élet, ahol a hagyományos tájkép festészeti hagyományok képviselői mellett az avantgárd irányzatok követői is nemzetközi sikereket érnek el. Kovács B., vagyis Kovács Bertalan. A nagybányai festőművésztáj kompozícióját is megtekinthetik az érdeklődők a többi 32 nagybányai alkotó művei mellett a Váci Mihály Kulturális Központ legújabb kiállításán Nyíregyházán, ahol szinte egymásnak adják a kilincset idén a testvér és partner városok művészei, ugyanakkor a nyíregyházi művészeknek is lehetőségük van a külhoni bemutatkozásra. Ez egy esemény sorozat. Már voltak kiállítások, ugye? Már ismert, hogy Biaszkó, Biala például bemutatkozott fotói révén, mint város, mint testvérváros. Szatmár Néveti művészei majd szeptemberben fognak bemutatkozni, a zsesóvi művészek tárlatát már láthattuk, és számos esetben Nyíregyháza művészei is az ottani nagy eseményekre, testvér és partnervárosi nagy eseményekre elutaznak, bemutatkoznak, kiállításokon vesznek részt. Én személy szerint is nyitottam meg eperjesen ilyen kiállítást, ahol a nyíregyházi művészek mutatkoztak be. Ez mindig nagy öröm ott, és nagy öröm itt is egy ilyen eseményen részt venni, és itt köszöntő beszédet mondani. A kiállítás kurátora a Hadron Művészeti Egyesület elnöke Németh Erika képzőművész volt, aki úgy fogalmazott, a tárlat a régi tájképfestészeti hagyományok és a kortárs irányzatok közötti harmóniát igyekszik bemutatni a mai nagybányai festők alkotásain keresztül. Cél volt az is, hogy a kortárs jelenlegi művészeti életet bemutassuk Nagybányán, és ez már egészen más, ugyanakkor ugyanazokból a gyökerekből táplálkozik, mint a régi legendás nagybányai művésztelep, de egészen más kortárs benyomások érik már a művészeket, egymás között is stílus változásokon esnek át, és mégis láthatjuk, ha körbenézünk az anyagon, hogy még ott vannak azok a régi értékek, a tájábrázolásnak azok a hasonlóan nagyon alapos, nagyon lélekkel teli megfogalmazásai, ugyanakkor a modern felfogású, önreflexív, kicsit magunkba tekintő, meditatív irányok is. Tehát a kortárs és a régmúlt ütköztetése, de igazából inkább együttélését mondanám. Tehát egyfajta új harmónia bemutatása próbált megtörténni itt ezzel a kiállítással. Kovács Bertalan azt mondta, a nagybányai festőművészeket világszerte egyre többen ismerik, és bár voltak hullámvölgyek, a most alkotó nagybányai kortárs művészek szűke pátriájukban is általános megbecsülésnek örvendenek. Egy nagyon szép újjáélesztése működött Nagybányán a művészkolóniának, és ott most a modern kortárs művészet lüktetése szerint be van minden rendezve, és nagyon rohamosan fejlődik, és lépést tart a régi hagyománnyal, és a modern, legavangárdabb fejleményekkel. A június 30-áig megtekinthető kiállítással bővebben Weekend című magazinunkban foglalkozunk. Nem történt csoda, az idegenbeli 8-3 után hazai pályán is kikapott a Reac csapatától a Kálussemjéni futballcsapat, így a Gárda nem jutott fel az NB3-ba. A Kálussemjéni mérkőzésen is fővárosi győzelem született, 2-1-re nyert a Reac, így 10-4-es összesítéssel jutott a harmadosztályba. Az esős és viharos időjárás miatt rendhagyó helyszínen a nyíregyházi Continental Arénában rendezték meg az országos streetball sorozat idei harmadik tornáját. A győztesek bejutottak a döntőbe, amelyet szeptember 16-án a kosárlabdázás napján rendeznek a budapesti Hősök terén.
utcai kosárlabda, ezúttal zárt térben. A hagyományos helyszínre, a Nyíregyházi Kossuth térre volt meghirdetve a szombati rendezvény, a szervezők azonban pénteken úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak. A kiszámíthatatlan időjárás miatt a Continental Arénában alakították ki a pályákat. Ilyenre nem sok példa akad a rendezvény 3 évtizedes történetében. Egy kezemen meg lehet számolni, sőt talán a 3 ujjamon is. Alapvetően mi mindig azt mondtuk, hogy ez az utcai kosárlabdának velejárója, hogyha esik az eső. Volt olyan őskorban, hogy Városligetbe gyerekek söpörték a vizet, ami bokáig ért, és utána játszottak. Most azért arra gondoltunk, hogy olyan nagy esők voltak, villámárvizek, hogy nem kockáztatunk, és itt a város vezetői hozzájárultak, hogy itt bent rendezzük meg. Azt gondolom, hogy ezzel nem fog csorbát szenvedni a rendezvény. A torna felvezetéseként az előző idényben legeredményesebben szereplő csapatok vehettek át díjakat a Vármegyei Szövetség elnökétől. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy a kosárlabdával foglalkozzanak a városban, a megyében, és nagyon örülünk annak, hogy minden egyesület úgy gondolja, hogy fontos ez az esemény, és látszik az, hogy olyan sokrétű kosárlabda tevékenység folyik a megyében, hogy nagyon széles az a skála, aki eredményt ért el a megyében, és bízunk abban, hogy ezt tovább tudjuk bővíteni a megye kosárlabdájában. Az elmúlt évben Nyíregyházán volt a legnépesebb a mezőny. Ezúttal 61 csapat nevezett. Mivel Romániából is érkezett egy együttes, így nemzetközi volt a torna. Nem is a mennyiségre törekszünk, tehát nem ez a fő szempont, hogy most még 10 csapattal legyen több, hanem aki itt van, annak legyen sikerélménye. Mi mindig azt mondtam az elmúlt 30 évben sajnos már, hogy mi a sportági piramis alján vagyunk. Mi azt érjük el, hogy népszerűsítsük ezt a játékot. Részint, aki még nem játszott, az is legyen sikerélménye, mert itt a 3 méter 5, mindenkinek 3 méter 5, ha dob egy gólt, akkor van sikerélménye. És én azt hiszem, hogy ezzel lehet azt elérni, hogy elinduljon itt utánpótlás csapatokba, illetve majd szurkolóként kijöjjön, és drukkoljon a NB1-B és NB1-es csapatnak. Ad abszurdum, majd ha egyszer olyan munkahelye lesz, ahol tud szponzorálni, akkor még szponzorálhatja is a sportágat. Ez most a 30 évre visszamenőleg már egy valós felvetés. A nyíregyházi torna győztesei bekerültek az országos döntőbe. Szeptember 16-án, a kosárlabdázás napján a budapesti Hősök terén rendezik majd meg a finálét. Magyar győzelem született a 15.000 dollár összdíjazású nyíregyházi ITF tenisztornán. A döntőben a világranglista 621. helyén álló Fajta Péter 6-3-6-2-re legyőzte a 213. helyen rangsorolt svéd Dragos Nikolaj Madaraszt. A torna győztese a pénzdíj mellett 15 ATP ponttal gazdagodott. Ismét emelkedik szerdától az üzemanyagok ára. A holtankoljak.net információi szerint a benzin 3 forinttal, a gázolaj 5 forinttal lesz drágább. Így a 95-ös benzin literjéért 579 forintot, míg a dízelért 559 forintot kell fizetni szerdától. A nyári időszakban egyre több a kullancs a kertekben és a parkokban. Szakértők szerint a Lyme-kóros esetekért többségében éppen a háztáji vérszívók felelősek. Az Ökológiai Kutatóközpont tavasszal Kullancs a kertben címmel indított országos vizsgálatot, melyben hazai fajok állományát vizsgálják. A program sikeréhez a lakosság aktív részvétele is szükséges. Nem csak az erdő sűrű aljnövényzetében, hanem saját házunk táján is megfertőződhetünk kullanccsal. A kerti munkálatok tökéletes alkalmat adnak a veszélyes élősködőknek arra, hogy megtapadjanak testünkön. A leghatékonyabb védekezési lehetőség az, ha időben eltávolítjuk az apró vérszívót. Néhány praktikával azonban megelőzhetjük túlzott elszaporodásukat a ház körül. Minél rövidebb, minél alacsonyabb a növényzet, annál kisebb az esélye annak, hogy túléljenek ott a kullancsok, hiszen nekik a páratartalom egy kritikus tényező. Ha kiszáradnak, akkor azon a helyen nem fognak tudni túlélni. A következő dolog az, hogy a nagy sűrűségű növényzetet érdemes kerülni, tehát ahol nagyon sok a bokros, dúsaj növényzetű hely, ott megint várható, mind a rákcsálók, mind a sünök, mind pedig ugye a rajtuk élősködő kullancsok könnyebben fognak tudni előfordulni. És emellett még, amit meg lehet tenni,
hogy ha bizonyos részeit akarná mondjuk egy játszóteres övezetet alakít ki valaki a kertjében, akkor akár egy kavics szegéllyel körbevéve azt szintén csökkenthetjük, hogy komolyabb mennyiségben kullancsok tudjanak közlekedni itt a területen. Itt rögtön hozzá kell tennem, hogy nem maga a kullancs az, ami általában a saját lábán beérkezik a kertbe, hanem ugye a gazdáink keresztül szokott ő közlekedni, a madarak, a kisemlősök nagy távolságokra is könnyen elszállítják őket. Az újonnan megjelenő veszélyes fajok terjedésének felmérésére kullancsfigyelő programot indított 2 éve az Ökológiai Kutatóközpont. A szakemberek most a nemőshonos fajok tanulmányozása mellett a hazai vérszívók állományának vizsgálatát is elkezdték. A Kullancs a kertben című program a lakosság bevonásával indult tavasszal. A kullancsfigyelő.hu honlapon lévő adatlap kitöltésével lehet jelentkezni erre a programra, és hogyha valaki jelentkezett, akkor kiküldjük neki részletes magyarázattal együtt a gyűjtőanyagot, aminek a segítségével részt fog tudni venni a gyűjtésben. Arra kérjük egyébként az érdeklődő résztvevőket, hogy rendszeresen vizsgálják a kertjük különböző részeit, arra tekintet, hogy van-e kullancs vagy nincs. És amit ők profitálhatnak ebből, akik részt vesznek, az az, hogy mi visszajelzünk annak kapcsán, hogy egyáltalán milyen veszélyek lehetségesek a konkrét kertben az alapján, amit találtak, illetve hogy későbbiekben esetleg melyik részét kell kerülni a kertnek, vagy melyik részében kell óvatosabban közlekedni, illetve, mint mondtam, ugye, utána átnézni a saját testterületet. A mi oldalunkról pedig azért nagyon fontos adatszolgáltatás ez, mert nem csak arról kapunk egy képet, hogy milyen kullancsfajok és milyen gyakorisággal fordulnak elő a kertekben, hanem későbbiekben a laboratóriumi vizsgálatokkal a kullancsok által terjesztett fontosabb kórokozókat is szeretnénk vizsgálni ezekben a mintákban. Szakemberek szerint a kullancsok száma a kertekben is növekedhet majd, ugyanis egyre több urbanizálódott emlős és madárfaj segíti terjedésüket. Ez azért is nyugtalanító adat, mivel a szakirodalom alapján a Lyme-korral diagnosztizált emberek jelentős hányada a saját kertjében fertőződik meg. Az Ökológiai Kutatóközpont Kullancs a kertben című programjára az ország bármely pontján élő, kerttel rendelkező állampolgár jelentkezését várják a kutatók. Az átfogó vizsgálat a tervek szerint legalább 1 évig tart majd. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Elkészült Nyírpazony új bölcsődéje. A beruházás 372 millió forintos Európai Uniós forrásból épült meg a községben. 24 férőhelyen várják a kicsiket, de már indulás előtt betelt a létszám. Dubai László Nyírpazony polgármestere azt mondta, hatalmas igény mutatkozott az intézményre. Az utóbbi években ugyanis számos gyermekvállalás előtt álló fiatal házaspár költözött a településre. Az új bölcsőde júliusban teljes létszámmal kezdi meg működését. A nyári időszakban egyre több a kullancs a kertekben és a parkokban. Szakértők szerint a Lyme-kóros esetekért többségében éppen a háztáji vérszívók felelősek. Az Ökológiai Kutatóközpont tavasszal Kullancs a kertben címmel indított országos vizsgálatot, melyben hazai fajok állományát vizsgálják. A program sikeréhez a lakosság aktív részvétele is szükséges. 33 nagybányai festő képeit csodálhatják meg az érdeklődők június végéig a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Nagybánya egyébként a megyeszékhely testvérvárosa. Talán kevesen tudják, hogy Nagybányán nagyon eleven a képzőművészeti élet, ahol a hagyományos tájképfestészeti hagyományok képviselői mellett az avantgárd irányzatok követői is nemzetközi sikereket érnek el. Június 12-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka kissé borult idő várható Vármegyénkben, eső viszont nem lesz, a hőmérséklet 11 és 14 fok között alakul. Kedden napközben marad a nyárias meleg idő, de eső is lehet. A hőmérséklet kicsit csökken a maihoz képest, 18 és 20 fok körül várható. Pénteken és szombaton is várható csapadék, de a hőmérséklet jelentősen nem csökken, 20 fok körül alakul egész héten.